a sok-sok mindenért. S. Nagy István slágerkoncert Csongrádi Kata 50 éves színészi énekesi jubileumán. Sztár vendégek: Csonka András, Jáger Gyula, Kocsis Tibor, László Attila, Sipos Péter, Straub Dezső. Közreműködik a Stúdió 11 zenekar, a Varidance Dance csoport és DJ Dominik. S. Nagy István slágerkoncert a Stefánia Palotában 2023. május 7-én. Napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek. A mai Kataságok vendége az erdélyi magyar könnyűzene egyik megteremtője, Tamás Gábor. A Dónát úton nyílnak már az orgonák, a május újra száz csodát ígért. Most annyi boldog édes óra várna rám, ha eljönnél az árva szívemért. Kacagva bátran jönnél felém a napsugárban, mint egykor régen a nagy szerelmünk idején. Szét most újra lángra gyújtanak, a Dónát úti nyíló orgonák. Isten hozott, kedves Tamás Gábor. Köszönöm szépen, Kata, a meghívást, és örülök, hogy először a Hatos csatorna vendége lehetek. A korábbi bejátszás az egyik leghíresebb dalodból történt, a Dónátúti orgonák. Mondd, hol van ez a Dónátút? Ez Kolozsvár valamikor egyik legszebb utcája volt, amely arról volt híres, hogy a régi polgári magyarság erre az utcára járt ki vasárnap sétálni, kalapot emelve. Korzózni. Üdve korzózni, ugye, ahogy mondod, és arról volt írás, hogy tényleg mind a két oldalát gyönyörű szép orgonafák díszítették, ami hát sajnos ma már nem így van, mert a Ceausescu rendszer ezeket ledöntötte, kivágatta, de az emléke nem utolsó sorban ennek a dalnak köszönhetően megmaradt. És ezt énekeltette meg, és ebből lett óriási sláger. De hát te Kolozsváron születtél. És szép város Kolozsvár. Így van, és úgy érzem, hogy boldogan mondhatom ezt, hogy a kincses Kolozsvár születtem, és hoztam valamit onnan, abból a városból, mikor hosszú utamra elindultam. Valamit, ahogy mondani szokták, tepergyős pogácsa helyett a hátizsákomban vittem valamit abból Erdély a városból. Szellemi. A magyarság tudatot, azt a szellemet, amelyben nevelkedtem, ahogy mi ott éltünk Kolozsvárt, ugye Mátyás király szülővárosa is. Nagyon korán kezdted az éneklést. És úgy tudom, hogy a romániai és a magyar operában is a gyerekkórusban énekeltél. Ez pontosan így van. Kevés olyan város van Európában, ahol két operaház van és működik. Ez ma is így van. A román, illetve a magyar opera gyerekkórusába válogattak be a zeneiskola padjaiból, és ott aztán később a Toszkában szóló szerepet is énekelhettem, a pásztoráriát, és úgy érzem, hogy akkor indult el, nem karrierem, nem szeretem ezt a szót, hanem a pályám. És nagyon-nagyon hasznosak voltak azok az évek, ahol gyerekként megtanítottak a helyes hangképzésre, a színpadi kiállásra. Én úgy érzem, hogy
ennek is köszönhetem azt, hogy ennyi évesen még mindig a színpadon vagyok és aktív vagyok. Aztán volt egy furcsa kijelentés, papgyereknek itt nincs helye? Hát igen, ezzel a zeneiskola közismerten soviniszta igazgatója, lévén, hogy édesapám akkor az Erdélyi Református Egyház főkönyvelőjeként dolgozott, de nem volt pap, és ezzel engem, ezzel a jelszóval, ezzel a mondattal távolítottak el a zeneiskolából, ami természetesen, amelyet gyerekként egy olyan traumaként éltem meg, amelyet hát nagyon sokáig, a mai napig is meg tudok álmodni, amikor kiteszik a felvételi vizsga névsorát, és végigfutom egyszer, kétszer, háromszor, és nem vagyok rajta. Hát soha nem lehet tudni, lehet, hogy így volt ez jó, azt akkor nem jónak éreztem, de ahogy alakult az életem, nem bánok semmit. Aztán mégsem hagytad abba a zenei pályát, Zeneakadémia következett. Úgy tűnt, hogy klasszikus zenész leszel, de láttam, hogy Kromatik néven egy együttest is létrehoztatok, úgyhogy ott a gitár a kezedben. És aztán mégis valami eltérített a könnyű zene felé. Micsoda? Hát az általad imént említett Zeneakadémia első évében az évfolyam társaim rábeszéltek arra, hogy vegyek részt az országos temesvári táncdalfesztiválon. Engedtem a rábeszélésnek, részt vettem, és magyar fiúként... Könnyű Katát táncba vinni, ha ő is akarja. Ha ő is akarja. És persze hát a könnyű zenével azért kapcsolatom volt, annak ellenére, hogy lideket, meg klasszikus zenét énekeltem. Megnyertem ezt a fesztivált, és ez volt az a periódus, amikor tényleg el kellett döntenem azt, hogy most az énekesi, könnyűzenei pályát választom, vagy a klasszikus zenénél maradok, és hát akkor született meg az az elhatározás, hogy kipróbálom magam ennek a sokak által könnyűnek hitt könnyűzenében, és hát nagyon szépen alakultak a dolgok, több együttes a Kromatikkal indultam, aztán jött az Elektra, az Akusztik T-74, és így tovább, de a szóló énekesi pályán vagyok most már, Isten tudja hány évtizedei. Gyöngéden ölejárt és ringas szerelem, hadd mondom halkan el, ne hallja senki sem. A nagy világ, te vagy nekem. Gyöngéden ölejárt és ringas szerelem. Hosszagú szél fújja hajunk, szerelmesen ketten vagyunk. Nem érhet engem semmi rossz, ha átölhetsz. Nem várok válasz mástól, hogyha te felelsz. Hazatalál kóbort szívem, gyöngéden ölejárt és ringas szerelem. A könnyűzenei sikerek mellett a bukaresti Román Televízió magyar adásának szerkesztője is voltál sokáig. Igen, és ezek olyan évek, ha nem is volt olyan hosszú, alig 2-3 év, nagyon megmaradtak bennem, hiszen alig 25 évesen saját rádióműsoraim, tévéműsoraim voltak, ami, hát tudod jól, hogy milyen sokat jelent, hiszen ez csak szívvel lehet
csinálni, és kicsit akkor az éneklés háttérbe került, mert az az érzésem, hogyha az énekes, az éneklés nem jött volna így be, mint ahogy hála Istennek bejött, akkor ennél a szakmánál maradtam volna, mert imádtam a stúdiót, imádtam a filmek rendezését, filmezését, mindenbe belenéztem, és mindenbe beleszóltam pozitív értelemben. De hát így is jó, mostanság inkább én vagyok az alany, és élvezettel nézem, hogy mások hogy készítik az adásokat. Aztán 76-ban új fordulatot vett az életed, és Svédországba költöztél. Miért? Hát akkor már lévén, hogy megtagadtam a Ceausescu rendszert éltető, dicsőítő, hazafias dalok magyar nyelven való tolmácsolását, emiatt letiltottak Románia minden színpadáról, meghatározatlan időre. Ezen kívül azért az utolsó dolog, ami 100%-osan eljutatott arra a következtetésre, hogy élhetetlenné vált az élet, és innen menni kell valahogy. Az az volt, amikor a Hírhet Securitate felhívatott, és arra kért, hogy hát örülnének, hogyha beszámolnék arról, amiről beszélgetünk, a magyar, illetve a német szerkesztőség a 9. emeleten volt, aki nemzeti kisebbségi szerkesztőség. Tehát ezt magyarra fordítva, ez azt jelentette volna, hogy a kollégáimat hadd ne soroljam fel az értékes, csodálatos emberek listáját most feljelentsem, amit éreztem, hogy soha nem fogok tudni megtenni, és akkor a családommal megbeszéltem azt, hogy amikor egy ilyen nagy meghallgatáson nyugati impresszároknak tetszett, amit produkáltam, és szerződést küldtek, és hivatalosan útlevéllel mehettem ki úgy, hogy megegyeztem a családommal, hogy nem térek vissza. Ez 76 májusában történt. Akkor, amit megénekeltél az egyik dalodban, hogy merre menjek, kivé legyek, az nagyon a szívedből jött. Hát igen, nézd, erről csak igazán azt tud nyilatkozni, aki ezt átélte. Mert hogy szívek cseréljen, aki hazát cserél? Pontosan ezt idéztem volna, gyakran teszem ezt koncertjeim alkalmával, hogy alig 28 évesen Sieder fiatalként azt hittem, és az ember azt hiheti, hogy az új haza új szívet is ad, de ahogy Tamási Áron mondta, házat azt akárhol, de hazát azt csak otthon találsz. Ez nagyon hamar tudatosult bennem. Idegen voltál, ugye? Mindenütt idegen voltál. És valahol az is maradtam. Annak ellenére, hogy nagyon sikeres volt a zenei pályám is kint, most már ugye Svédországról Stockholmban beszélünk, élsz. Stockholmban, ahol ugye több évtizede élek. Családommal együtt boldogak voltunk mindenféle szempontból. De gyönyörű igazi, feleséged, két fiad. De igazi otthonérzetem soha nem teremtődött ott meg. Annak ellenére, hogy nagyon szerettem azt az országot, ami ma már sajnos nem az, ami volt, de ez egy más témakör. És annak ellenére, visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy ez csak azt tudja megérteni, aki átélte ezt, nagyon nehéz az, amikor ezt a világot kiszakítjuk a földről, azaz az én esetemben a gyökereitől elvágnak, igen. A szülőföldet el kell hagyni, és onnan egy új hazát keresni, az nem olyan egyszerű, mint ahogy sokan elképzelik. Mert se egy Mercedes, se egy ház, se egy semmi nem pótolja azt, amiből kiszakították
az embert, a világot, vagy az én esetemben az én távozásomra célzok ezzel a kis hasonlattal. Évekig nem jöhettem haza, és akkor születtek azok a dalok, amelyeket ebben a periódusban írtam. Az Óerdő szép hazám, vagy Gyere velem a Hargitára, vagy Hol vagytok régi jó barátok, Várom a májust. Ezek a szerzeményeim mind akkor születtek, amikor hiányzott a család, hiányzott a szülőföld, az otthon. És szerencsére ma már gyakran vagyok otthon, szinte többet vagyok otthon, mint itthon, már én se tudom, hogy hol vagyok otthon. De jó érzés az, hogy felülök egy repülőgépre, lejövök Budapestig, onnan meg autómba beülve már is vagy Magyarországon, vagy Felvidéken, vagy Erdélyben, tehát a Kárpát-medencében turnézok, és hála az Istennek soha ilyen sok meghívás nem volt, mint az utóbbi években, úgyhogy ennek köszönhetően sokat vagyok itthon. Akkor most következik egy részlet az egyik kedvenc dalodból, Ó Erdély szép hazám. Erdély földjén éltem én, de elszakadtam onnan én, messze vitt a sorsom már. Azt hittem, ha befogad, az új haza új szívet ad, de szívem mégis mindig hazajár. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyítsd meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Vándor madár messze jár, de ki keletkor hazaszáll, ha kiderül a felhős ég. A csillagokat kérdezem, hogy lesz-e tavasz lelkemben, visszatérek én valamit. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyítsd meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Ó, Erdély szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt. Könnyítsd meg a lelkemet, oly nehéz a választás. Az élet így is megy tovább. Lekerültél a tiltó listáról, és hazajöhettél. 18 év elteltével újra fel is léphettél Erdélyországba. Milyen érzés volt? Leírhatatlan. Sírtál? Nem is egyszer. Ilyenkor a zenekar segített ki. Na most nem akarom ezt misztifikálni, vagy dramatizálni, de bizony előfordult az, és nem annak hatására, amiket énekeltem, hanem a közönség fogadtatásának a hatására. Persze, hogy elérzékenyül az ember, hiszen életem több évtizede legfontosabb tényezője, azt úgy hívják, hogy a szeretet. Ez magánéletben, a közönséggel való találkozáskor mindenhol érvényes ez a szó, hogy szeretet nélkül igencsak szegény az életünk. Nos, amikor 20-25 ezer ember Kolozsvár főterén énekli a te dalaidat, úgyhogy leengeded a mikrofont, és a közönség átveszi ezt,
Az egy olyan érzés, amit nagyon nehéz szavakban leírni. Azért is tűnnek el a szavak, és jönnek a könnyek a helyet, de szerencsére ilyenkor a zenekar kisegít, játszanak tovább, és nagyon hamar összeszedem magam, de egy nagyon érzékeny ember vagyok, sokszor jönnek a könnyek. Én azt szoktam mondani, hogy ezt nem kell szégyeljük. Amíg sírni tudunk, addig azt jelenti, hogy érzünk is. És nem csak Erdélyországban, nem csak Svédországban, meg bárhol a világon, hanem itthon Magyarországon is sikereid vannak. Például az Urániában teltházas koncerteket ad Gábor, ebből következik most egy részlet. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik mendörő. Ezt tényleg szerelem, látom, hogy elsuhan, felettem egy madár, tátongó szívében, szöges drót sőrében szalmaszál, magamat ringatom, míg üllandol egy almafár. Az Isten kertjében almabort inhalál. Vágtatnék tovább veled az éjben, az álmok foltos indián lován. Egy táltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány, azóta szüntelen őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokor, szilánkos mennyország, folyékony torz tükör, Szent János bogarak fényében tündököl. Könyved jelent meg, lemezeid jelennek meg, amelyek arról is szólnak, hogy az álmainkat nem szabad feladni, és bár a múltunk elkísér, de tovább kell menni az úton, és Erdély szellemét elvinni a világ minden sarkában élő magyaroknak. És úgy gondolom, hogy te ezt nagyon, nagyon hitelesen képviseled, bárhol lépsz is fel, és külön csoda, hogy noha évtizedekig éltél kint, a magyar dialektust, a szép magyar beszédet, szép magyar éneklést megőrizted. Az anyanyelvet elfelejteni azt nem lehet. Sőt, mi erdélyek ezt úgy éltük meg, mint egy kincset, ami tiltva volt, ezért vigyáztunk arra már otthon gyerekkorunktól, hogy ne keverjük a nyelvet. Ami a kérdésed másik részét illeti, gyakran úgy érzem magam, mint egy misszionárius, akinek az a feladat adódott, hogy járja a nagyvilágot, és ezzel Kanadától, az Egyesült Államoktól, Ausztráliáig, a Kárpát-medencéről ne is beszéljek, felkeresse az ott élő magyarokat, és örömöt szerezzen dalaival,
ezeknek a magyaroknak. Neked három otthonod is van, három hazád, ugye? Erdélyország, Svédország és Magyarország is, nem? Így van, hát mondjuk azért Magyarország annyival van közelebb, mint Svédország hozzám, hogy édesanyám ebben a városban született, édesapám egyetemi évek alatt ismerte meg édesanyámat, így költöztek át Erdélyben, és aztán jött a visszacsatolás, tehát ugye ott maradtak Erdélyben. És bárhol jársz a világban, vállalod, hogy piros, fehér, zöld a szíved. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Erdély szellemét is szerte víve a világban, mindig a új remény hitét is erősíted az emberekben, és szívből kívánom, hogy ezt tedd nagyon-nagyon-nagyon sokáig, drága családoddal együtt, és köszönjük szépen, hogy eljöttél, itt voltál velünk, és ezeket elmondtad. Köszönöm szépen, Kata, a meghívást. És hadd búcsúzzunk egy kicsit Erdély szellemével. Ugyanis én írtam egy dalt a havasi gyopárról. Mint tudjuk, a havasi gyopár őshonos Erdélyben, ott a Békásszorosnál is. De nem tudom, ismered-e a legendáját. A havasi gyopárnak az a legendája, hogy hol volt, hol nem volt, a betlehemi csillag, amelyik elvezérelte a három királyokat a Jászolhoz, de utána tovább vándorolt. Úgy, mint te, hargitai vándorfecske, és addig vándorolt, míg talált olyan sziklás vidéket, ahol látszólag élhetetlen az élet. És ilyen volt például a Békásszoros is. És ott havasi gyopár lett belőle. Azért, hogy hirdesse, hogy élni kell, akkor is, ha fáj. Hát szeretnék ezzel elköszönni tőled, és önöktől is, mert a havasi gyopár tanítását követve élni, élni kell, akkor is, ha fáj. Isten áldja önöket a viszontlátásra. Ha fáj, élni, élni kell, ha senki se hív, ha senki se vár. Élni, élni kell, hirdeti, hogy szép az élet. Élni, élni kell, nem számít, hogy meddig élek. Élni, élni kell, búcsút int be a múlt időnek. Élni, élni kell, esélyt adva egy jobb jövőnek. Élni, élni kell, akkor is, ha lehetetlen. Élni, élni kell, akkor is, ha élni.
S. Nagy István slágerkoncert Csongrádi Kata 50 éves színészi énekesi jubileumán. Sztár vendégek: Csonka András, Jáger Gyula, Kocsis Tibor, László Attila, Sipos Péter, Straub Dezső. Közreműködik a Stúdió 11 zenekar, a Varidance Dance csoport és DJ Dominik. S. Nagy István slágerkoncert a Stefánia Palotában 2023. május 7-én.